tisztelettel köszöntsön nektek. Hogy miért most kezdődött meg ez a hatalmas nagy tömegállapot, miért nem az elmúlt 4 év folyamán? Az adattavasz alapvető tragédiája az, hogy az összes nyugati szakértő azt mondja, hogy az arab világban győz az amerikai típusú demokrácia. Ez egy valóság. Nincs meg a feltétlenül 2. 5 évvel az arab tavasz kezdete után ki kell mondani, hogy az arab tavasz sehol nem ért el stratégiai céljait. Egy országban, ahol részcélokat elért, ezt Tunézia, de ott az iszlám állam minden megteszi szépen. 3. Az arab világ vezetője volt, van, lesz Egyiptom. Nagy terület, nagy lakosság, központi helyzet. 4. Mi az arab világ definíciója? Európai Unió azt mondja, Marokkótól a Sahel arabig, tehát az irak irányi határig. Mi az európai definíció? Igen, ez plusz Törökország. A kettőt nem tudom közelíteni, teljesen más definíciórendszer. Mi a következő probléma? Hogy már nyugodtak választani kell, és elnézést, én most vázalatot mondok, mert különben mit tartom. A nyugodtak választani kell, ki a partnerem, az a mocskos diktátor, aki engem kiszolgál, vagy az a csodálatos demokrata, aki ellenem lépöl, és megnyerte a demokratikus választásokat. A mai válasz az, hogy nekünk a diktátor kell. Igen, de elzavarodott Mubarakot, és megöltük Kadhafit. Kadhafinak miért kellett meghalni? Volt olyan ostoba, hogy bejelentett, hogy Sárkózi kampánynak ő fizet a helyet. Akkor azt mondtam, hogy igaz, megölik, ha nem igaz, megölik. Megölték, Sárkózi tiltakozott, és kérdezett őt, aki is adott pénzt a kampányába. Nem akarok most belevenni, hogy a Hillary Clintonnak komoly esélye lesz, akkor előszedik, hogy milyen pénzekből valljál most, katasztrofális eredmények fognak kérni. Így indulok. Attól kezdve a Líbiába, véget ér Kadhafi, ők én uralmak. Előbb 2, majd most már 3 kormány van, az egyik az iszlám államé. Ettől kezdve a helyzet katasztrofális, mert ettől kezdve Fekete-Afrikában nem indul a tömeg, mindenütt elszedik a pénzt, Líbiában már a kormány is szedi a pénzt, ő Zambiát bejegyzem, hogy az iszlám állam 250 km tengerpartot ellenőriz, zseniálisan csinálja maga módján, talán egy Szíria kapcsán el lehet mondani, hogy kinek milyen koncepciója van. A Fekete-Afrikában elinduló migránsoktól elszedik a pénzt, és a pénz egyharmadát megkapja a helyi rendőrség. Tehát a helyi rendőrség apa érdekelt, hogy minél többen, de kimenjen. Szeretném elmondani, és én mindegyet vagyok, hogy nem tudom, milyen migráns kérdések lesznek. Nekem meggyőződésem, hogy Európa 28, tehát az Európai Unió vagy képes közösen cselekedni, vagy egy nemzeti megoldások jönnek, és jelenleg ott tartok, hogy Európa végbeszélben nőrezte saját magát. Pont. Egyszerűnek a menekültek. Azt szoktuk mondani Szíriából, ez igaz, de pontatlan, közel és közé-keletről, és egyszerűnek a menekültek Fekete-Afrikából. Fekete-Afrikai vonal Líbián keresztül vezet, Líbek nem jönnek, ezt is szeretném elmondani. Ha oltják olyan, hogy bármilyen, hogy kinek mi a koncepciója, én most jöttem haza, ahol a német titkosszolgálat vezetője azt mondta, és lejelzeteltem, napi 10 000 embert nem lehet kontrollálni, terroristák jönnek be, nem tudjuk ellenőrizni őket. Azt mondta, hogy jelenleg 740 németről tudják, hogy ez is számára mellett harcolt, 240 tért haza, ezektől terror merényleteket várnak. 100 német volt meg, akik ezek muzulmánok, de német állampolgárok, akik az iszlám állam oldalán harcoltak. Tehát elképesztően furcsa helyzetek vannak, egész Európa radikalizálódik, megy jobbra. Utolsó mondat. Ma először Németországban a lakosság 51%-a van a migránsok ellen. Ez az arány egy hetben 34% volt. Tessék levonni a következtetéseket. Én már csak először diktátor volt, kétségkívül diktátor volt, szumitaként elnyomta a sítákat, egy millió más dolgot végzett, de mi van utána? Tehát utána azt látjuk, hogy jöttem egy káosz, és ezt megint csak ugye annak idején néhány nyugat-európai ország, de elmondtad, hogy emberek nem kéne fejjel rólam, miért hallnak. Sirakra volt annak idején ez a híres kijelentése, hogy a kelet-európai ország ebben a kérdésben talán hallgathatnak volna, hozottan megsértődtünk, sértés volt ez a mondat. Ugyanakkor el kell mondani, hogy abban igazuk volt, hogy megdöntötték Saddam Husseint, de a végét nem tudta megnyerni sem az Egyesült Államok, sem Nagy-Britannia, sem más. Tehát ezek a gondok valójában most kezdődtek, volt ennek egy felfutása,
És ebben még kelet-európai nem igazán láttuk a perspektívát, és most nem csak a szerint személyre gondolok, az egész Visegrádi négyek ugyanazt a követ fújta, hogy Balkán, utána pedig Ukrajna, Moldávia, kaukázusi országok, elszent Európa Uniónak a fontos, az észak-afrikai országokkal nekünk annyira nem kell foglalkozni, ez valójában dolgok. De én azt hiszem, hogy most átbillent a másik oldalára a dolog, én azt hiszem, hogy most a visegrádi országok látják jól a helyzetet, és a nyugat-európai, azt kell mondjam, altolerancia az óriási problémákat okoz. Hogy mondjak egy konkrét példát, ezen a héten megyei alelnökként, Nacsonyi megyei alelnökként kellett volna fogadnunk egy azerbajdzsáni delegációt, érkezett volna egy kormányzó és két komoly üzletember. Nem tudtak eljönni, mert három hétig nem tudták elintézni a schengeni vízumot. Három hétig nem tudták elintézni a schengeni vízumot, jövő héten fogadjuk őket. Valamelyik kolléga találom megjegyezte, az a baj, hogy csak három évnek. Ha 30 ezer évnének az Erdogan, akkor beházolhatnának Európába. Ez az a kettős mincsa, ami jelenlegben van, hogy jön három ember, akinek Szlovákiának haszna lehetne, tehát üzleti kapcsolatot, fejlesztés akármi, azok nem tudnak bejönni, mert a schengeni vízum elintézése akadozik, de ha jönnek 30 ezer, nem tudjuk kicsodák, azokat a humanizmus és a tolerancia megjön, mindenkit meg kell fogadni. Ez így nincs rendben, ez így nem helyén való. Ez valahol tényleg egyfajta humanizmus mögé újtatott vak politika, ugyanolyan vak politika talán, amit úgy akarottunk annak idején Észak-Afrika és Kelet-Afrika. Négy szót szeretnék hozzáfűzni. Négy pontot. Új jelenleg az Európai Uniós Afrikai Unió középátalás. Ez nem nagyon jelenik meg a sajtóban. Hihetetlen érdekes, hogy ki mit kér a másikból. Mit mond Afrika? Adjunk pénzt. Ez egy hosszú dolog, lenne, 30 éve ezen gondolkodunk, hogy adjunk, menjünk, adjunk, stb. Én mindig azt mondom, hogy ha adunk pénzt, először is a múlt a részét ellopják. Zárják bárhol a világon, ezért nem kell Afrikába mennem. De 10-15 év múlva lehetne valami hatással, de az hosszú táv. Tehát Afrika két dolgot kér tőlük, Európától. Egy, adjunk pénzt. Kettő, állapodjunk meg egy éves kvótába. Ahány afrikai befogadunk. Ez Európának korrekt, zárójel. A németek az ott tanuló diákok 50%-át tartják ott, mert szó szerint azt mondja a német kormány, hogy megindult a harc az okos fejekért. Mit kér Európa? Hogy Afrika fogadja vissza a gazdaságmigránsokat. Ezt elfogadták. Jelezni szeretnénk, hogy ez most folyik, tehát ez érdekes. Négy pontot érdekes, a második Balkán. Én nagyon szégyellem magam, mi 14 évet nem éltünk a Balkánon, 40 járon átszállodát vezettem a tengerparton. Nem akarok belemenni, én úgy érzem, hogy több évvel is ismerem a balkáni folyamatokat. Minden háború, háromszög háború volt, ahol két fél, akik kevésbé gyűlölik egymást, összefognak a harmadik ellen, akik jobban gyűlölnek, és ezek mindig a szervek voltak. Volt egy Gartner nevű Nobel-díjas professzor, aki a következőt mondta. Nagyon szeretem a balkáni népeket. Két dolgot szeretnének. Nyugat-európai módon élni, és egymást ugyanúgy, mint az elmúlt évszázadokban gyűlölni, akinek legyünk nem egy egyetértek. A harmadik megjegyzésem az elhangzottakhoz, hogy érezni szeretném, hogy a Nyugat-Mediterrán térségben, tehát portugál, spanyol, francia, az egész évben 7000 migráns ment. Tehát a migráció két vonal, a Olaszország és a Balkán, ha majd szóba jön, akkor ezt elemezzük, csak jelzem. A négyedik megjegyzés, hogy én Saddam Husseinről tudnék egy előadást tartani, és nem ez a feladat, hogy hagyományosan stratégiai hibák tömegét követjük el Irak kapcsán, ha rászállnak kb. 3000 forintot, most jelent meg a Bush emlékirata, az idősebb Bushi, a fiatalabb Bushról ne beszéljük, és a szellemi képességeiről sem. A papa írt egy visszaemlékezést a szukrottal, nemzetbiztonsági főtanácsadóval, ahol leírja a gondolatait a Saddam elleni háborúról, milyen dilemmák voltak, hihetetlen jó a könyv, ha gondolják vegyék meg. És az utolsó megjegyzés Ukrajna, hát azért azzal számolunk fel, hogy ha a helyzet ilyen marad, már pedig az ukrán helyzet folyamatosan romlik, akkor ezért őszétől megindulhat egy rendkívül nagy létszámú ukrán gazdasági migráció, Célország, Magyarország, Szlovákia és Magyarország. Én ennek fölhívnám a figyelmet, a titkos szolgálatok kettő évvel előre jelezték, hogy meg fognak indulni a migránsok az európai politikai nem készültől. Most nyíltan jelzik, hogy Ukrajna felől hasonló veszély van. Köszönöm.
valóban, valóban a biztonságpolitikát érintve társadalomnak, társadalom véletlenek, ugye a második Maszlói piramisának második helyen van a biztonságérzet. És nagyon érthetetlen, mindenképp nem igen költök az állam kérdem, és már mondom, hogy vezette fel a témát, hogy ha a politikus nem tudja azt, hogy a társadalomnak a legfontosabb, második legfontosabb az alapvető szükségletek után a biztonságérzet, akkor baj van. Az európai politika, főleg a nyugat-európai, mert itt a célzókban a visegrádi országok talán racionálisabban értelmezik ezt a helyzetet, miért nem járnak a Földön a nyugat-európai politikusok, miért szakadtak el a realitás talajától, gondolom csak akár a német kancellárasszonyra, hiszen teljesen úgy tűnik nekem, hogy ez az egész akció valahol nem véletlenül zajlik Németország vagy felé. Köszönöm. Akkor kezdve. Egy. Itt elhangzott, hogy a alapvető szükségletben a második a biztonság. Azért kíváncsi lehetne mondani, hogy mi az első, tehát mivel itt van egy emberben, nem egyetemre szoktam mondani, hogy az emberi körülményeket a három végzi előre, de hogy ez nem igazán a fia már megjárt azt a szervet, tehát az új helyzet a képé. A második megjelésem, és háromban összesen, hogy amikor én egyetemista voltam, volt egy könyv, három év, tehát Willy Brandt, Olaf Palme és Bruno Kreisky, hogy a politikához víziók ellenek, nincsenek víziók. Nagyon tisztességes szakemberek vannak, nem víziók. És erre még egyet vagy mondjak, elnézést kérek, bemegyek a politikába, ha egyszer hibázom, egy életben át megbélyegeztek, egy nő ilyen bármilyen, ha én a gazdaságban saját cégemet viszem, bocsánat, és napi három szeretet van, azt mondják, hogy jó a kondia. A politikában ez teljesen más. 20-25 évvel ezelőttig ezek nem jöttek elő, ma mindenki gyilkolnak. Előtték a mitanom törvételen, rángyelték, ez így lehetne menni az európai politikát. Tehát nagyon sok olyan ember van, aki nem hajlandó bemenni a politikába. Ez egyébként szörnyű már. És a utolsó megjegyzésem Merkel. Ez egy szörnyű nehéz dolog. Nagyon kellettem, hogy szeretem. Tudom, hogy furcsa. A Merkel becenek az volt, hogy kislány. Magyarországon a Merkel 60. születésnapjára egy évvel ezelőtt szeretett volna egy jó példát jöltni Merkelről, sajnos nem jött össze. A Merkel egy lelkész lánya, akit Kohl beleszámolt politikába. A politikában hála, mint kategória ismeretlen, amikor Kohl elveszi a választást, és ne haragudjanak, szálljanak rá 3000 forintot. Megjelent Kohl példakövet fél éve 10 euró, amely az a cél, hogy a Berlini fal leadásától a német újraegyesítését. Nem tudom, hogy ki írta. Csodálatos a könyv. Tehát egy nyomorít emberről nem tudom, hogy tudta megírni a könyvzsendás. Tehát abban persze, hogy a Kohl bukik, és előnek a pártpénzek, zárójel, a világ bármely pártját nem lehet pártpénzekkel buktatni. Abban a Merkel, abban a Merkel félreállítja a Kohl. És Kohl öregen, betegen, 1930-as a Kohl, rendkívül visszahúzódva él. Nemrég hiszen, hogy eljönne Pestre előadni, de nem tud beszélni, és amiket hangokat kiadaszt a felesége, hogy elmondja, hogy mire gondol. Hihetetlen nehéz. Én szeretném elmondani, hogy Kohl nélkül nem lett volna a német egység. Nagyon nehéz, amit mondok, Merkel. A Merkelről lehet rendetek jótól hozzá elmondani majd a történelmet éja. De én jelezni szeretném, hogy a Merkel eddig összes politikai ellenfelét félreállította. És nem csúnyán. Van, akiből államfő csinált, van, akiből EU biztos, tehát nem kinyírta őket, félreállította. Jelenleg két kihívója van a Merkelnek. Ez így sehol nem hangzik el, és mindig elmondom, hogy politikus lennék, bizonyos dolgokat nem lehetnek kimondani. Egyetemű tanárként kimondhatom, mert teljesen más az egész hozzáállás. Az egyiket úgy hívják, hogy Demezier. De Mezier védelmi miniszter volt, most belügyminiszter. A Mezier nyíltan bírálja a Merkel. A másik a von der Leyen, egy 55 év körüli bűváros nő, aki akkor indult, hogy neki van jövője, kancellár lesz. Abban a felt, hogy a von der Leyen hitt abban, hogy ő lesz Merkel utóda, egy perc alatt kirobbantja a doktori disszertációjába, akkor problémák vannak. Mire azt mondja a legkiresebb német prof, aki az ügyet vizsgálja, nem azt mondja, hogy csal, nem csal, hanem egy idő alatt, ha csalt el volt, most
ennél jobban politikus nem lehetne találni. Tehát a Merkel nem kell leírni, mert hihetetlen ügyesen taktikázott, és ő az, aki természettudomány területére jött a nagy politikába, és nem társadalomtudomány, máshogy lát dolgokat. De tény az, hogy Merkel népszerűsége egy hét alatt 3,5%-ot ment le, mert Németország nem kér a menekültekből. A GAU az államfő. Van egy olyan német közmondás, hogy elhagy két az onnemitől. Tehát van egy címe, de nincsenek meg annak felelő eszközei. A GAU eddig nyíltan a migránsok oldalára áll. Már nem beszél, mert érzékeli, hogy Németország nem tud több migráns befogadni. Itt tartunk, szörnyű helyez a német helyzet. Zárójel, most jöttem haza, ahol oda jöttek hozzám SZPD-s parlamenti vezető, CDU-s parlamenti vezető, és mindegyik azt mondta, hogy amit Magyarország csinál, teljesen igazad van, csak az SZPD-s hozzátette, hogy ő így gondolja, de nem lehet kimondani. Mondtam neki, hogy én a szovjet időkre emlékszem, amikor volt egy vélemény, volt forra egy hivatalos, tehát azért nem kimondott, de a német társadalom döntő része így értékel, miért jutós megjegyzés, talán még beszélünk Szíriáról. A német titkosszolgálat főigazgatója tartott egy olyan helyzetértékelést, ami pontosan azt mondja, hogy egy hónap volt a televízióban, Szíriáról, menekültekről, mindenről. Én hazamentem és javasoltam, hogy hívjuk meg Magyarországra, mert jó lenne, ha a magyarokkal megfelelően a magyar partnerekkel szorosabb kapcsolatba kerülnek, mert a nézetrendszer a jövő tükrözi utolsó. Én néztem a német vezetőket, mindegyik tisztességes, jó képzett, korrekt. De nincsenek meg azok az információi, ami nagyon nagy titkosszolgálat főigazgatójának, vagy a német külügyi államtitkárnak, aki szinte jó volt. Rendkívül gyorsan változik a helyzet, két hétre előre nem lehet tervezni, és ez egy nagyon nehéz dolog. Köszönöm szépen! Egészen megdöbbentő számomra egy olyan információ, ami most az Európai Uniós csúcstalálkozó előtt látott csak napvilágot, hogy Törökországban megelőző menekültáborban a felére csökkentették az ételadagot és a támogatást az élelemért. Annak ellenére, hogy létezik egy ENSZ menekültügyi biztos, amely első adandó alkalommal csak használta, és kihasználta arra, hogy Magyarországot megnyomulja a kerítés miatt, ebben a témában hallgatott. Kérdezem én, mi a dolga, hogyha nem az a dolga, hogy amikor kiderült a cél, hogy nincs pénzállítólag, majd aki nem örült, hogy miért nincs pénz, legalábbis nem tudom, mert egy professzor tudja, hogy feljére csökkentették a fejadagokat és a támogatást, akkor miért nem kezdte venni azonnal a kolonkot, akár az Európai Unió, akár az ENSZ talaján, hogy emberek ugyatok a zsebetekbe, mert ha ezt nem teszitek, akkor elindul a migráns állat. Az év elején csökkentés állítólag az egyik fő oka annak, hogy ez az állat beindult, és igen, tömegével érkeznek ugye az emberek. Lehet, hogy ez nem életlen, lehet, hogy ez valakinek így jó, hiszen sok minden azáltal, hogy ez így alakult, lekerült jelen pillanatban a médián figyelméből. Sokkal kevesebben beszélnek Donetskről, sokkal kevesebben beszélnek Krimről, Afganisztánról és folytathatnak. Tehát ez a menekültáról bizonyos témákat azért levett a központi figyelem keresztüzéből, és ma mindenki a migránsokkal foglalkozik. Lehet, hogy ez nem véletlen. Ugyanakkor senki nem kérdezi meg ettől az ENSZ menekültügyi főbiztostól, hogy hát drága uram, miért kapja a fizetését, hanem azért, hogy törődjön ezekkel az emberekkel, és ha ilyen érdekű beavatkozás történik, akkor azonban a pillanatban értesíteni kell a felelős vezetőket. Nem először történik egyébként ilyen, ezt Václav Havel mondta annak idején, hogy nem érti, hogy miért kapják az ENSZ, az Európa Tanács szakértői a fizetésüket, amikor nem mondták meg előre, hogy Koszovóban milyen emberi tragédia következik másoknál be, hogy kitör a polgárháború, akkor is ott voltak a fizetett hivatalnokok, és nem értek ezzel a lehetőséggel, vagy nem tudták, vagy nem akarták megmondani, hogy a polgárháború szélén áll az akkori Koszovó. A kérdés tulajdonképpen arra vonatkozott, ugye, hogy miért nézzünk most mi bizonyos szempontból úgy néhány nyugat-európai országra, hogy talán felelőtlenül cselekszik. Én osztom azoknak a véleményét Németországgal kapcsolatban, ami lehet, hogy politikailag nem korrekt, de azt hiszem, hogy a helyzet komolyságát tekintve helyén való vélemény, ez pedig az, hogy a német politikában továbbra is ott van a legkisebb foglalás a II. Világháború miatt, a holokauszt miatt, és ennek kapcsán nehéz azt mondani, hogy egy közösség, amely valóban egy háborús övezetből érkezik, az nem kap támogatást úgy, ahogy ez a közösség azt elvárná. Ezzel, mintha Németország szembenne azzal
azzal a képpel, amit igyekezett a második világháború óta kialakítani, és ez egy, szerintem egy alapvető tévedés. A Németország tudott nagyon precíz, pontos lenni Görögországgal szemben, és Görögöknek be kell tartani a szabályokat, akkor másoknak is be kell tartani a szabályokat. Ez nem játék a szavakkal, de én is azt hallom, amit sokan mondanak, sok politikus mond, hogy ami Szíriából, vagy akár Afganisztánból, a környező országokba mennek az emberek, akik valóban menekültek, hiszen menekülnek a háború elől, menekülnek a közvetlen életveszély elől. Onnantól viszont tény és való, hogy bevándorlónak tekinthetők, hiszen már meg akarják választani önmaguk a célországot, válogatnak, hogy a célországon belül melyik tartományban akarnak élni, melyik városban akarnak élni, ezt már nem lehet menekült ügynek kezelni, ez már bevándorlás ügy. Kétségkívül addig menekült a menekült, amíg Görögországba tartózkodik, még Görögországba tartózkodás, hogy a környékbeli országokban menekültekről van szó, de utána kétségkívül, hogy szerintem ez már bevándorlási kérdés, és ilyen szempontból más elvírálás alá is tartozik. Eléggé nagy elképzelést tartom azt, amit néhány szlovákiai politikus mond, hogy meg kell különböztetni a gazdasági migránsokat a tényleges menekültektől, ezt ebben közben nem lehet megkülönböztetni, mert egyszer nincs rá eszköz. Egy ilyen tömegben megkülönböztetni azt, hogy ki a gazdasági migráns, ki a nem gazdasági migráns, a menekült, ezt egyszer nem lehet megállapítani. Azt lehet megállapítani, hogy a Törökországban indul a idefelé, az elsősorban már bevándorlóként kezelhető, és ilyen szempontból más elvírás alá is tartozik a nemzetközi normák szerint. Én hadd mondjak néhány adatot, ami megdöbbentő volt számomra, amikor ezzel szembesültem, hogy 2000-ben Szíriának még 17 millió lakosa volt, 2015-re az 23 millióra nőtt. Irakban, ahol mi naponta azt látjuk a tévében, hogy bombák robbannak, emberek halnak meg, továbbra is néhány területen konzerváltós állapotok vannak, hogy 2000-ben 24 millió lakos volt, most pedig 34 millióra nőtt Irak lakosság. És ez az a, és folytathatnám, Afganisztán 22, 32 lett, Eritrea 4 millióból, 6,2, Pakisztán 4 millió, nem is beszéljük ezekről, óriási gyerekedésekről van szó. Ez a bizonyíték annak, hogy ezek az emberek valóban más kultúrából érkeznek, mert nálunk ugye mindenki azt nézi, hogy a gyereket iskoláztatni kell, a gyereknek enni kell adni, a gyereket utaztatni kell, stb. Stb. Tehát ilyen elvárások alapján indulunk neki a gyerekvállalásnak, itt nem. Azt látjuk, hogy egy biztonságpolitikailag kritikus ország, amelyben bombák robbannak és polgárháborús állapotok uralkodnak, és nő a lakossági arány, a szám, ezek alapján nyugodtan mondhatjuk azt, hogy más az a kultúra. Egyértelműen más az a kultúra, és ezt ki kell mondani, hogy egészen más kultúrai emberek érkeznek jelen pillanatban Európába, és át fogják alakítani, hogyha ez így folytatódik, európai szképét. És erre nekünk igenis van jogunk azt mondani, hogy ezt nem akarjuk. Tehát ilyen szempontból ezt nem akarjuk. Ez olyan méretű bevándorlás jelent, ami átalakítja a mi életkörülményeinket, és nem mindegy, ezt szeretném. Ilyen szempontból szerintem akár nem korrekt politikailag, akár korrekt, ki kell mondani azt, hogy igenis a megoldás az abban van, hogy a végeteremtés, amely jelentlenül szinte fantazmagóriát, mert szovjet, illetve orosz-amerikai versenyfutásban menjek a területen, de az, hogy a menekülteket ott tartani a krízis országok mellett, ez nem egy ideális elképzelés, tehát az Európai Unió, az ENSZ és a NATO közös erővel meg tudná oldani, ha meg akarná oldani. Ha van tényleg életlenül a Visegrádi együttműködésnek, akkor éppen az, hogy minden lehetséges fórumon azt kell elérni, hogy a menekülteket ott kell tartani a krízisövezetben kialakult menekültáborokban, mert Európa így komoly veszélyt kap. Néhány pontot szakszoljon hozzá visszafelé. Egy, Németország jelenleg a világ második legöregebb országa, átlag életkorban az első Japán. A német átlag életkor most 48 év, afrikáig 15. Kettő. Csak adatokat mondok, Németország. Ha holnap reggel leáll a migránsok száma, amit tudjuk, hogy lehetetlen, akkor is 2030-ra Németországban a migránsok arányba elérni a 30%-ot. Tessék elmondani, hogy ettől kezdve a helyzet kezelhetetlen. Három. Mindig elmondják, hogy a migráns mennyivel különít az európai. Hát ha jönnek Afganisztánból bejövő migránsok, majdnem 90%-a analfabéta, tehát én ezt nem érzékelem, de valószínűleg rosszul látom. Jelenleg a német munkaerőpiacon a munkanélküliek aránya migráns, második, harmadik, negyedik generációról van szó, és német, kettő az egyhez.
érettségi migráns 26-27%, német közel 80%. Afrika. Néhány éven belül Afrika lakossága elér az 1,3 milliárdot. Ettől kezdve a kérdés újra kezelhetetlen. Egy személyes jelenés után a végülben 3 pontra válaszolni. 73-ban voltam olyan balfácán, elindultam a 10-10-10-re, Berlinbe felkérhetően, győztes mellett ki, országos első lettem. Ebből nem lett volna baj, de az utolsó forduló előtt már első voltam, amikor táncolnom kellett évadásban, táncosságban. A csaj évadásban már ott hagyott, én fordítva léptem, egy országra rajtam erőben. De a Berlinbe léptem, egy hajóval mentünk kirándulni a libanoni delegációval. Aki az én generációm azt tudja, hogy Libanon akkor úgy hívták, hogy a közel-közel Svájca. Ez 73. 75 óta polgárháborúval. Még három megjegyzés. Egy. Azt mondta most a német titkosszolgálat főigazgatója, hogy egy olyan világban élek, ahol fölbomlott a világ. Hát ez a kijelentésről lehet néhány nagyoktól írni. Két megjegyzés van még. Az egyik Görögország. Rendkívül nehéz a helyzet, mert vagy adok 86 milliárd eurót a görögöknek, és az életben nem kapom vissza, vagy nem adok, és akkor Görögország kiszorul az Eurozónából. Akármit csinálok, Görögország ezt a pénzt nem tudja visszaadni, szeretné elmondani. Tehát reménytelen a görög helyzet, ezt lehet szépen mondani, csúnyán, teljesen mindegy. És ettől kezdve itt elhangzott Görögország. Kinek tisztelettel, Törökországnak jelenleg minden szomszédjával problémája van. A törökök kb. 2 hónapja megkérdezték az új török biztonságpolitikát. A világ nem figyelt oda. 3 célja van a törököknek. 1. Bármilyen, bárhol élnek a világban, kurdokat szétverni. Tessék belemondani, hogy mi pedig a kurdokat fegyverezik, hogyha az harcolnak az iszlám állam ellen. Ez nem is akarok most kérdést teszni. A második török cél bármilyen Assadot megdönteni, és egy török barát, aláhúzom, török barát, szunita rendszert Szíriába hatalomra juttatni. Ebben találkozik részint a nyugati elképzelésre a szaudi igen, zárójel, akiket kiképeztünk eddig, mint szírdemokraták, az első török átadták a fegyveréket a szélsőséges Al-Nusra frontnak, tehát a politikától Irakba, Afganisztánba és még néhány helyen így sem volt igazán sikeres. És a harmadik helyen, utolsó helyen jelenik meg a török biztonságpolitikában, a fölépés az iszlám állam ellen, nem is akarok rátérni, talán lesz lehetőség. Utolsó megjegyzés. Szomszédországok. Kérem, Törökországban van 2 millió szír menekült. Itt elhangzottak az adatok. Igen. Jelenleg Szíriának lehet kb. 22 millió lakosa. Ebből 6-8 millió belső migráns, és 4-5 millió külső migráns. 2 millió Törökországban van, akiket a törökök rendkívül csúnyán felhasználnak a saját politikai céljaik érdekében, és az ENSZ-nek a fele pénzt adja oda mindenki. Ez egy teljesen más beszélgetés, hogy miért a harc kérdést átér. 2. Kb. 780 ezer menekült él 800 ezer kerekítsük Jordán menekült táborokba, ahol a jordánok állandóan közlik velünk, hogy értsük meg, nincs pénzük vízre és élelmiszerre segítsünk, és kb. 1 millió szír menekült él Libanonban, ez az ország lakóinak ma már egyharmada, és a libanoni polgárháború folytatódik. Tehát a helyzet katasztrofális, és ehhez jön a migránsok további vonulása Európa felé, de ez megint egy másik téma. Táncoljuk eszembe, hogy volt szerencsém az Európai Unió és az afrikai országok csúcsértékezletén Botswanában tartózkodni, és abban az évben Botswanában választották meg Afrika szépét. És úgy, hogy vacsoránál óriási terem, az asztalnál is azt mondja a nagykövetünk, hogy államtitkáról akar táncolni Afrika szépében. Meg mi is mondja rálátom, hogy persze, hogy akarok be táncolni, azt hittem, hogy ez biztos, hogy képtelenség. 15 percben hozza nekem Afrika szépét, de mellé, hogy akkor melyik az az európai főnök, akivel itt táncolni kell, ez volt a mind. Hát olyan soha nem voltam, hogy szegény meg legyújtam egy kicsit a cipőjét, meg is ugrabban léptem, hát nem gondoltam volna, hogy Afrika szépével lesz mondom táncolni. Kiváló hangosságban volt egyébként a hölgynek, abban a pillanatban megkapta a szerződését az Egyesült Államokban, Madagaszkárnak, ahogy Afrika
Ezeken szintén megválasztották őt, nem volt, hogy gyakorolva a válaszok. Erre az estére még annál emlékszem, hogy emlékszem, hogy először szállított rovarokat. Hát a szépségkirányira való pánca szívesen nem emlékszem még a szállított rovarok fogyasztására. Amikor elvitték Szuzánba a támogatásunkat, rendkívül szerint összegről volt szó, de szóval szempontból első adományként azért egy jelentős, emlékező visszaedjük az előbb előtti időszak, 7 millió koronát vittünk Szudánba, és 5 milliót Kenyába. Az eltörpül amellett, amelyet a nagy nyugati államok visznek, vagy akár Bill Gates visznek, ez ahhoz képest ez semmi. Amikor leült velem előbb beszélni a szudáni fejlesztési miniszter, akkor az volt az érzésem, hogy csak a szakója, a nyakkendője, a ciklója és a rólája többet érni az egész támogatásának kicsit. Most hát elkezdtük mondani, hogy mi először jövünk, és úgy jövünk, mint régi társ, ugye a régi rendszerben is megmutatott a kapcsolatot. Nagy örömmel hozott a támogatást, fúrottan végighallgatott, és azt mondja, mennyi? Megmondtuk, hogy mennyi, ránézett az órájára, mondta, hogy jaj, jó, majd akkor mindjárt bejön valaki helyettes, aztán majd oldja ezeket, igen, és ott vagyunk. Utána kimentünk a menekültábornokkal, amit mondom, hogy sajnos vagyok, most nem tudom a fényképeket bemutatni, ahol a törzsi vezetőkkel találkoztunk, körülbelül 20 törzsi vezető volt ott, több mint 100 000 ember volt azon a lokalitáson akkor menekültként nyilvántartva, több mint 100 000 ember volt ott nyilvántartva, és minden törzsi vezető rendet tartott a saját tény között. Ott voltak a katonák is, és a törzsi vezetőkkel kezet fogtam, végig mindegyikkel, mind a 25-tel, utána biztos, hogy egy biokémiai vizsgálat érdekes dolgot állapított volna a kezemben. A beszélgetés arról szólt, hogy ide tudunk segíteni. És azok az emberek azt mondták, építsünk utat, nincs vízük. Hozzák a vizet ide időnként, de hogyha elromlik az autó, ami gyakran előfordul Szudánba, akkor megtámadják, akkor szintén előfordul, akkor nem jön ide a víz. Hogy itt állítólag van víz, mutatták akkor a távol területén. Kiderült, hogy 50-60 ezer akkor dollárnak megfelelő összegért meg lehet a kutat építeni. És ezt a kontrasztra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor mondtuk a miniszternek, hogy mennyi pénzt hoztunk, akkor fölállt, és most érdekelte őt, mert a számára fillér volt, emlékezetes. Amikor ott azokkal az emberekkel beszéltünk, akkor azt mondták, hogy 50-60 ezer dollárért már komolyan tudunk nekik segíteni. És hál' Istennek ez a kut el is készült. A mai napig egyébként Szudánban van egy Galánta nevezető kút, mert így neveztük akkor el, azt mondjuk, hogy legyen a kútnak a neve Galánta. Nem tudom azóta működik-e, de akkor működött, ezt fényképpen így meg is található, illetve dokumentáltuk. És ezzel azt akarom mondani, hogy itt is a helyszínen lehet oldani a problémát, a helyszínen kell oldani a problémát, és nem feltétlenül mindig az országvezetőkkel lehet ezeket a dolgokat megoldani. Nagyon fontos, hogy most az Európa Unió mozduljon, elmenjen a menekültáborokba, fölméri a helyzetet, és ott helyben, ha kell, akkor megkerülve a kormányokat, nyújtsa a segítséget, adja a segítséget, mert sokkal inkább helyben tarthatóak az emberek akkor, hogyha nem a kormányokon keresztül van, mert a kormányokban ülnek spekulások is, ezt több országban tapasztaljuk. Viszont idő halad gyorsan, úgyhogy terrorveszélyre kéne most már átérnünk. Ugye Kasztának én a százalmas terrorelhállítási központ kötégei jelentő, hogy azt mondta, hogy nem véletlenül van célzottan migráns helyzet, hogy is szeretnék most már Európában, azokban az országokban, mint Németország, Hollandia, Franciaország, hiszen ezekben az országokban már kiépül paralel, tehát párhuzamosan a társadalom mellett épülő iszlám közösségek vannak. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezek a közösségek már tudják fogadni, és ezekben a közösségekben, ezekben a közösségekben, nem az európai közösségekben, ezek a közösségekhez nagyon gyorsan tudnak elmúlni, integrálódni, tehát beolvadni azok a esetleg terrorista sejtek, amelyeket az iszlám állam, mondjuk ki őszintén, és egyenesen, hogy ide tud juttatni ezzel a migráns helyzettel. Ami ugye az európai polgárok szinte nem csak elégénk, hogy ugye ellenőrzik, gyakorlatilag egy borotva, ahol nem vihetünk fel a repülőre, le kell venni a cipőnket, a repülőn ugye ránérni, nem gyakorlatilag, hogy a nadrág rajtunk maradhat, ha csak azt nem szerik a szintén, de a lényeg az, hogy ezeket pedig fölpőnek, tehát a migránsok 30 ezerével ide Európa. Lehet ezeket ellenőrizni, illetve a következő dolog, hogy miért mondtuk, hogy nálunk, tehát Magyarország még ellenőrizte, Szlovákiában, hál' Istennek Magyarország révén fel volt tartóztatva ez az állapot,
Oroszországról ön mondta éppen tegnapi műsorában, hogy ellenőrizték ott már folyamatosan, de ahogy jutottak ebbe terroristák az európai társadalmakba, és hogy esetleg most már ennek van-e reális veszélye a következő időszakban életben. Kezdeni egy. Ami most bonyolult, hogy a Nyugat-Európában bemenő migránsok döntő része nem azt kapja, amit vár. Elnézést, hogy indítják el őket Fekete-Afrikából, menjen le Európába, jó állást kapsz, jó lakást és jó kocsit. Hát ezzel mi jönnek? Na most kiderült szerencsétlen, nem tud nyelvet, nincs szakmája, semmi ezzel ér. Csak időkérdésre kell járjon. Ezek szörnyű dolgok. Tessék megnézni, Nyugat-Európa szinte minden országában van egy viszonylag számú terő munkanélküliség. Ennyi döntően képzeltelen bennünket. Én nekem nagyon fura volt, pár napja nyilatkozott egy paligógyó szív ismert orvos. Oké, hol a papír? Hát azt nem hoztam. Jó, hát ez így nehéz azért. Tehát én azt nézem, hogy Magyarország esetében a szomszédországokból átjött orvosi kérdés, mennyivel a magyar alatt van, hogy a magyar állatorvosi diplomát az USA nem fogadja el, akkor ezek maradjuk a bonyolult kérdések. Kettő. A beérkező migránsokat első naptól szalafisták várják. A szalafisták az iszlám állam mellett lévő emberek minden. Ezek száma 3800 volt 5 éve, jelenleg 2900. A szalafisták a bejövő migránsokat kezelik, támogatják és beszervezik. A német titkosszolgálat törvényt. Új helyzet van, 3, és csak a pontokba válaszol. Eddig szeretném aláhozni eddig, tehát amikor elkezdtük ezt az előadást X percet. Első generációs migráns nem követett el Európában merényletet. De a második, harmadik, negyedik generációs igen, mit csinál az iszlám állam? Először is kiváló a piárja. Nekem nagyon érdekes volt, hogy a szomáliai kalózok a könyvelőt a legjobb amerikai egyetemről a Harvardról hozatták, mert sokkal többet fizettek neki, mint ha otthon lett volna. Ez a mai történelem. Tehát mi történik most? A második, harmadik, negyedik generációsal fölveszi a kapcsolatot az iszlám állam, hogy azt mondja, ölj meg, akit akarsz, nem mondom meg, hogy kit. Hogy ölj meg, ahogy akarod, nem mondom meg, hogy csak cselekedj. Ettől kezdve Európában nagyon sok olyan egyéni merénylő van, akiknek a titkosszolgálatoknak fölfedezni embertelenül nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Tessék megnézni a mostani merényletre, Toulouse-ba, Párizsba, Brüsszelbe, Kopenhágába is lehet sorolni. Tehát a multikulturális társadalom hozzáteszi, hogy sajnos nem okot. Franciaország. A lakosság kb. 10%-a migráns. Nem tudtak és nem akartak beilleszkedni. Mondok olyan dolgot, ami szörnyű. 1848-ról 1945-ig Európából sokkal többen mentek ki, mint be. 1950-es évektől van Európának szüksége vendégmunkásokra. Alap, római szerződés. Igen, kijön be a görög, a jugoszláv, a dél-olasz. Első generációs fiatal szakember integrálódni akar. Kijön be ma, második, harmadik, negyedik, ötödik generációs nem tud, nem akar integrálódni sebe. Én elmondom a FPA példámat, amikor bennünk a hajók taxival megyek a FPA-ról a szállókon. Utolsó években, de most jöttem haza két napja, három napja. Aki a taxisofőröm, most egyébként aki a kísérőm volt, Németországba született 40 éves török. Hát úgy beszél németül, mint valaki az ötödik nyelvesztje után. Miért? Mert feleséget otthonról hozat, mert otthon törökül beszél, és nem ismeri a német kultúrát. Na most ezekkel az emberekkel szörnyű, de én most nem jön fel az Erdogán egész koncepciójába. Következő. A horvát miniszterelnök azt mondta kb. Egy hete, hogy a migránsok közt nincs terroristára, terroristákra repülőre jönnek. Nyilván van sokkal okosabb, én tehát is terem tudok rá kérni, és a utolsó megkérdés. Azért abban tessék belegondolni, hogy jelenleg az embercsempészet a világ egyik legjobbulja. Mivel lehet nagy pénzkeresség, prostitúció, kábítószer, embercsempészet, szerkeresetben?
Ez döntően valakán útvonalú alvának csinálja. 10 év alatt becsempésztek törvénytelen az Európában 1 millió alvának. Alván. 10 évet kérek és erre fog jönni a nagy albánia koncepciója. Csak heroinból az embercsempészettel együttműködő halvánok évnettó nyeresége évente 15 milliárd euró. Tessenek felfogni. Tehát nem néhány 10 vagy 100 ezer euróról van szó. Itt tart Európa és képtelen megvédeni önmagát. A szülők még ezt elfogadták, mert végül is az életük megmaradt, abban az országban érkezett, az életük is beszélve volt, de a második és harmadik generáció már kiszületik, az ettől frusztrált, és ezért tud táptalajt ereszteni köztük elsősorban az iszlám radikalizmus. Van egy szlovákiai magyar tiszteletbeli nagykövet, honoráris konzul, ahogy ezt talán helyesen mondják a külföldi nyelven, Franciaországban, Grenoble-ban, bárkinek tudom mondani az ő pontójára, hogyha amelyeknek a keresetet. Grenoble-ban egy kutatóról van szó, aki sejjék származású, és a mi időnkben sikerült belőle tiszteletbeli konzult csinálni, tehát tulajdonképpen egyfajta nagyköveti státuszban lévő szak. Ő erről órákat tudott mesélni nekem, mikor utoljára találkoztunk, hogy milyen roppanás szerű már magulat Grenoble néhány negyedében, hogy egyszerűen nem tudnak kimenni a nem ott lakók, nem akarok mondani bőrszint, nem tudnak oda kimenni, a rendőrök is csak kerülik inkább ezeket a vidékeket, és ki sem járnak rendőrt föntartani, mert nem tudnak. Ugyanezt mondják a svédországi magyarokról esetleg, hogy Svédországban is vannak olyan körzetek, ahol nem tudnak a rendőrök bejogulni egyszerűen rendet csinálni, mert nincs esélyük rá, hogy rendet csináljanak, csak tovább zavarják a dolgokat, inkább a verekedést tök ki megvárják, amik előttik egymás között, hogy kinek volt éppen jó pozíciója, és aztán nyomjanak be rendet csinálni. Ezek olyan figyelmeztető jelek, amik megáll az ész ebben a pillanatban, hogy néhány európai politikus nem lesz figyelembe, amikor a saját országában történik ez a dolog. Manipulál a média, mert a magyarországi kerítésről tele volt a híradás annak idején, ugye egy-két hete, a CNN, a Euronews, mindegyik, a BBC-ről ezek állandóan adták a kerítés körüli problémákat, hogy milyen botrány ez. De az, amikor Nyugat-Európában komoly fölkelések vannak a migráns közösségek között, akkor azt úgy mellesleg esetleg beszúrják, vagy nem is adnak volna az igazán híradásokat. Jelen pillanatban éppen azt látom, hogy Magyarország részéről nagyobb híradást történik arról, hogy esetleg mi van Németországban, a bevándorló körül talán néhány német államigazgatáshoz tartozó médián keresztül az emberek akár valamit megtudhatnak. Lehet, hogy majd német állampolgára megnézi az embereknek az angol híradását, akkor többet tud meg arra, hogy valójában Németország mi történik, mint a saját állami televízióikat néznék, mert azért magánéről legyen természetesen. De ha már ezeknél dolgokat adtuk, akkor a kérdés arra is valahol vonatkozott, hogy a kóta rendszer. Én a beszédem elejét azzal mondtam, hogy voltak pillanatok, amikor Nyugat-Európa talán bölcsebb volt nálunk, most a kelet-európai diplomáciára és országokra gondolok, most a kótrendszerben ez szerintem egyáltalán nem így van. És valóban nincs értelmes magyarázat arra, hogy miért nyomja néhány európai vezető azt, hogy kötelező kótákért, a kóták szerint kell befogadni a menekülteket, és igaza van mindenkinek, aki azt mondja, sokan mondják ezt, igaza van mindenkinek, hogy ha az ember nem akar itt lenni, akkor hiába fogjuk ide előszakolni, hogy Szlovákiába, Magyarországra, akár Lengyelországba, Csehországba, hogyha végig el akar menni, akkor is fog menni. Megtalálja a módját annak, hogy elmenjen. És akkor börtönbe fogjuk őket zárni, tehát kerítéssel körbevesszük azt a tábort, akkor megint mi vagyunk a nem humánusok, mi vagyunk az emberi jogokat sértők, mert a szabad mozgásával fogjuk korlátozni ezeket az embereket. Akkor már valójában munkára se lehet őket tönni, hát őnekik ez egy börtön lesz. Ezért is agyrém valójában ez a kótarendszer, mert miért építünk fel börtönt olyan embereknek, akik nehéz helyzetből érkeznek ide Szlovákiába. Hogy Németországban akarnak és Németországban akarnak menni, akkor nem tudjuk őket tartósan ide telepíteni akaratok ellenére. Ez az, ami tényleg nem érthető, hogy ezt mit nem értenek ezzel Nyugat-Európában, akár csak, hogy Juncker, akár mások, és miért erőszakolják egyfolytában ezt a politikát. Ezzel nem tudjuk megmenteni a nyugat-európai országot. És ami a saját hazánkat illeti, azért azt sem hagyjuk figyelmen kívül,
hogy 6 olyan intézmény működik, amely bevándorlók befogadásával foglalkozik, vagy erre irányul. Ebből a 6-ból 4 magyaroknak a területen van. Szarván, Medvén, Bősör és Apátújfó. Ezen túl még Homognálban és Zólyóban. Tehát 2 olyan területen van, ahol nem laknak magyarok. Az ennyi évvel tapasztaltával most már a hátam mögött 89 óta nem hajlamos azt gondolni, hogy az életre. Körülfogtan fejezzem ki magam. És ez így nincs rendben. Tehát, hogyha egyfajta teherviselést találunk az országban más kérdésekben is, adófizetés, útépítés, stb., akkor ebben a kérdésben is egy igazságosabb teherviselésről lenne szó. Ha már egyszer a Szarvai, a Medvei és az Apátújfalui van és működik, abban a pillanatban, hogyha egy újabb probléma felmerül, hogy egy osztrákoktól átmenetileg átvallaljuk a menekülteket, abban a pillanatban bősül mindenkinek az eszébe Pozsonyban, a kormányban. Hát miért nem jut eszébe valami más intézmény? Van Szlovákiában elég sok olyan intézmény, még eszébe juthatna nekik, mert pontosan bősül az embereknek az eszébe. Jelen pillanatban hál' Istennek, hogy gond nincs, jelen pillanatban hál' Istennek, hogy annak is köszönhetően az emberek kifejezték az akaratokat népszavazásnak köszönhetően, bár lesöpörték az asztalról, de legalább lement a belügyminiszter a népszavazás után. Lement a belügyminiszter, és ott helyre tárgyalt a helyi önkormányzattal, hogy hogy lehet erősíteni a falu közbiztonságot. Megerősítették a rendőrséget, megerősítették a kamerarendszert. Ha nincs népszavazás, akkor ezt nem teszik. Az rendben van, hogy a falu polgármestere a sajtóban értesül arról, hogy még nem sokat fognak elhelyezni a falu területét. Ez abszolút nincs így rendben. Ebben az országban ezt a kérdést úgy tekintik, hogy ha valami Dél-Szlovákiában történik, akkor az itteni emberek úgy is elfogadják ezt. Nem kell, hogy ezt a helyzetet elfogadjuk, igenis el kell mondani, hogy ha Európában arányos teherviselést akarnak, akkor Szlovákiában is arányos teherviselésre van szükség, ebben a kérdésben is, nem csak Dél-Szlovákiában. Én néhány szót felírtam. Egy Berlinnek ma már van olyan kerülete, úgy hívják, hogy Neunkön, ahol német kisebbség van. Kettő. Jelenleg Svédországban, a svéd hivatalos adatok szerint a köztörvényes bűncselekményeknél 80-szoros a valószínűség, hogy bevándorló követel. Svédországban ma már létrejött egy új párt, amely azt mondja, hogy egy olyan migránsot befogadni. 3. Kótalánszer. A német elképzelés az volt, hogy megszűrik és befogadják a migránsokat, és szétosztják az EU-28-ban. Oké, hol a határ? Ha én azt mondom, hogy holnap tehet legyen bennem érte Európába, attól kezdve tudok valamit mondani, így nem. Zárvajon a migránsok, négy helyen születhetnek Ausztrália, nem emberi belőlet, USA, esélyük nincs, karszabarja országok, esélyük nincs is Európa, amelyik képtelen megvédelni magát. Két megjegyzésé. Azért a migránsoknak egy maga tudomásról kell lenni, nem csak jó bajunk van, közösségek is, ezt nem veszik tudomásról. És az utolsó megjegyzésem, hogy nekem nagyon érdekes volt, hogy egyre több migráns szeretne Norvégiába menni élni. Hát mi a nélkül most jöttünk haza, egy hetet fjordokban voltunk, csodálatos szép, nem kapunk a Norvégoktól jutalnak, ahol itt elég ott van mondom, de egy megjegyzésem, hogy ilyen kettő. Egy, valami jól hangzik, hogy mennyi Norvégiába keresett. Ha ezt átszámolok bármilyen pénzre, akkor nagyon jó, kivéve, ha ott élek és ott leszám. A falusi kocsmában, a legócskább helyen, a legpiti kisör 12 eurónál kezdődik. Csak. Na most ettől kezdve mondhatom, hogy ennyit keresek, igen, a levegőből megélek, hogy mások. Amennyire jól tudom, a migránsok döntő része forró égőből jött. Norvégiában egy évben 10-től 12 nap van, amikor napsütés van. Azért migránsnak, aki jön mondjuk Fekete-Afrikából, ott megélni, nem egyszerű dolog, pont. Ezzel összefüggtem a jelenlét. Ha lehet, hogy én a szlovák sajtónak, amely most már azért foglalkozik eléggé ezzel a migráns problémával, a múlt héten jelent meg az az információ, amit én kiírtam magamnak, mert ezt meg az nem tudtam. A legjobb fehérített itt a professzor. Szlovákiában egy napra 50 centet kap egy migráns költőpénzként, hát még ebből azért nagyon nem lehet. És 9 centbe kerül
körülbelül egy napi étkeztetése. Tehát körülbelül 10 euró, mondjuk durván nem egész 10 euró, amiben van Szlovákiában kerül egy bevándorló, ebben nincs benne az intézet öntartás, az egy más. Csehországban ez 13 euró, és még egyszer mondom, ha lehet inni a szlovásfejtőnek, akkor ezt onnit vettem. Franciaországban 72 euró, amit kap egy migráns, Németországban 50 euró, Svédországban 50 euró. Tehát nyilván ezért nem tolakodnak ide, hanem ezeket a dolgokat látva keresik a célállomásokat. És ez így nincs rendben. Tehát ezek az összegek, ha megnézzük a hazai munkanépítési támogatást, akkor rájövünk, hogy talán jobb menekültnek lenni Németországba, Szíriába, de munkanépítőnek lenni mondjuk itt Bhután, amik kevesen vannak, de az állam nem törődik annyira az itt a munkanépítőnek lenni Németországba beállítani. Előbb, hogy az utolsó három kérdés volt a hatalítasztunk Szlovákiában, ez fontos volt, és mindent az ide előre hallottál, hogy ezeket meg is tudtuk tárgyalni, hogy a kvótarendszer miért nem működik. Most tegnap beszélgetünk, illetve nem ma beszélgetünk Novári professzorról, illetve tegnap Eredelmük úr, vagy önnel, tehát barátok megérdezünk, de nehéz a hivatalos formon. A lényeg az, hogy azt tárgyaltuk meg, hogy ugye az állampolgárnak kell valamit indítani. Gyakorlatilag ugye a politikum ilyen szempontból, legalábbis a nyugat-európai politikum, az eléggé, hogy finoman fejezem ki magam, tehát passzív ezügyben. Most az állampolgár, mert hát egy Szlovákiában is európai állampolgárról beszélünk, és volt egy ilyen fikció, hogy esetleg a viselkedelmi négyeknél, ugye most az MKP kezdeményezett egy ilyen népszavazási kezdeményezést, látnak esetleg magának racionalitása, hogy esetleg ezt mozgalommal továbbítani, a szomszédos államokból is megvalósítani egy népszavazási kezdeményezést, mert az mégiscsak az európai polgár szava lenne Európa felé, hogy mi nem kérjük a kvótarendszerből, nem kérjük a gyakorlatilag az emberekhoz olyan elosztásával, ami szintén, ha már a humanosságot nézzük, szintén embertelen. Tehát nem csak az a probléma, hogy ugye integrálódni képtelen embereket hozunk a nyakunkba, hanem szintén embertelen. Tehát ez is egy része. Van ennek rációja, ezt mondani Györgytől is kérdezem, hogy Berek Jánokoktól is, és a MKP kezdeményezéséről is, hogy mi a relevanciának a történet. Igen, ezt az aljelentítést annak a kapcsán kezdtük el, hogy először volt egy terem, ahol népszavaztak az emberek arról, hogy a két világháború közti névhasználatot szeretnék használni, szlovákul, tehát ami terem volt szintén, ami a szlovák nyelven semmilyen kiejtetetlen szó, nem tudunk között értek, meg olyan hasonló, teretet értek, szlovák nyelven nincs külön, meg eljegyzés, de terem ez nem volt. A népszavazás lezajlott, érvényes volt, és ennek ellenére kormányzatot nem. Most pedig ugye szóltam már róla, ősről volt hasonló kezdeményezés, az emberek elmentek, nagy számban elmentek, azt mondták, hogy nem kívánják, hogy a távolik legyen, nem estek azért, mert a kormány nem kommunikált velük egyáltalán. Meggyőződésem, hogyha elmondták volna nekik azt, hogy fogják a biztonságukat elérni, szavatolni, akkor lehet, hogy másnak volna a dolog, de az ignorancia, amit a kormány bősvele mutatott, ez természetes volt, hogy kiváltja az emberek nem szavazatát, és akkor majd megint használtam, hogy ezt különösen minket nem értek el. Úgyhogy a petíciót azért kezdeményeztük, mert apropót ad rá, Robert Fico azt mondja, hogy Európában önkényesen ne előszakoljanak rá egy országra sem menekülteket, ami jó, és mi is azt mondjuk, hogy ez így jó, ebben támogatjuk a kormát, akkor ne lehessen rá előszakolni menekülteket az országon belül sem senkire. Tehát ha valaki azt mondja, hogy nem akarjuk a menekülteket népszavazáson keresztül, akkor ne lehessen odalívni a menekülteket. Én nem hiszem, hogy ebben az országban csak elutasítás születik. Szerintem abban az esetben, hogy a kormány tisztességesen kommunikál az emberekkel, és elmondja azt, hogy a biztonság szabadolva lesz, ez a mindennapokat nem fogja érinteni, mert így meg úgy meg tudjuk ezt oldani, akkor nem csak negatív döntések születnek majd ebben a kérdésben, mert itt is egyébként érző emberek vannak természetesen. Bizonyos keretek között mi is segíteni akarunk, és bizonyos keretek között mi is támogatni akarunk a rászorultakat. De azt nem lehet, hogy a kormány azt mondja, hogy na most holnap után létrehozzuk a menekültábort, és az utaiaknak ebben ne legyen beleszólás. De bármelyik felekülést mondhatnám, ez az aláírásnak az egyik oka. Beletettük a környezetvédelmi kérdéseket is, mert arra is volt már például az elmúlt időszakban, hogy olyan beruházás történt egy településen, ami teljesen elrontotta a környék levegőt.
büdöset okozott, szépen jól magyarul, önöknek nem volt mondja beleszólni, hogy nem akarjuk ezt a beruházást itt, felejtettük a környezetvédelmet, és pered okán felejtettük a népszámlálót is, és amennyiben össze tudjuk gyűjteni a 10 000 aláírást, akkor a kormánynak már a belügyminisztériumnak foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, mert meg kell velünket hívni, és tárgyalni kell erre az ügyről. 10 000 aláírás szerintem össze tudjuk gyűjteni természetesen akkor, hogyha önök is ezt így megtámogatják. A visegrádi négyek talán még az, ami itt nem merült fel, és én is kíváncsi lennék a professzor úr véleményére, mert a visegrádi négyek nagyon szép kívülről, de olyan, mint nem működő házasság, egy csöpnek. Tehát papíron megvan. Már biztos, hogy várjuk a nejet, tényleg politikai nevezeti jogot jelent. Hát akit a neje ilyen hűségesen kísérni dönt, professzor úr szerintem, hogy biztos, hogy működő házasság. Amikor a kormányon voltam, akkor is azt láttuk, hogy a visegrádi négyek az kiválóan működik, ami nem jönne egy olyan kérdés, ami Nyugat-Európában szembeállítja a véleményeket. Abban a pillanatban van, aki elúgik. És most is ez történt. Én csak egy nagyon kis témában tapasztaltam ezt, kis téma nem rázta meg ennyire világot. Ennek ugye épp az említett fejlesztési támogatás volt, Európa Unió azt mondta nekünk, hogy 1%-os GDP-vel meg kell támogatni a fejlődő országokat, tehát esély nem volt rá. A 2000-es évek elején egy 1%-i GDP tegyünk bele fejlesztési támogatásból, az emberek sapkával lehetett volna minket ki a kormányokat a parlamentből, úgyhogy mondtuk, ezt nem tudom lehet. 3-4% elsőként, és aztán, hogyha a gazdaság engedi, akkor tudjuk emelni. Ebben úgy szépen megegyeztünk, vélemények, leírtuk, aláírtuk, oda mentünk, és akkor sem ennyire ugrottak el tőlünk, mert azt mondták, el tudják fogadni 0,8-at. Ezt mondtuk, hogy 0,4-5 a tárgyalási alatt. És akkor is utána megkérdeztük a lengyel államtitkár kollégáknak, amikor ott voltunk, hogy hát ez most miért történik ez így? Azt mondta, hogy hát tudjátok, jöttek a spanyolok, jöttek a portugálok, jöttek magasabb érdekek. Egyébként veletek vagyunk, de ebben a kérdésben utolsó pillanatban úgy döntöttük, hogy mégse. De számunkra nagyon fontos, hogy a visegrádi négy működjön. Hát nem tudom, meddig lehet ezt így működtetni. Ami számunkra jó hír mindenképpen, hogy valahol a cseh, a szlovák és a magyar együttműködés ebben a kérdésben úgy tűnik, hogy töretlen. Forradalmi jogú változásokat hoz a helyzet, tehát az, hogy Csehországból esetleg rendőri erők érkezhetnek Magyarországra és közösen lehet védeni a határt, ez forradalmi változás az elmúlt időszakokhoz képest. Megyei képviselő voltam, amikor ez a kérdés fölmerült Bőskapcsán, ugye Bőskapcsán Hadszondok megyéhez tartozik, mert Bőskapcsán a megyei közgyűlésben ez téma volt, és a szlovák képviselő soha nem látott módon dicsérték Orbán Viktort, mondták azt, hogy a Fidesz-kormány ezt jól csinálja, persze, mert ugye Szlovákiában jóval kevesebb ember jön, hogyha Magyarország levédi a határait. Egy pillanatra megint jó volt magyarnak lenni Hadszondok megyében, ez nem általános jelenség, de abban a pillanatban jó volt magyarnak lenni. És az különös változást jelent. Tehát ez nekünk, az itt élő magyaroknak most egy kicsit egy ilyen új start pozíciót, mert nem akarom már kiabálni, mert azért kutyában nem lesz szalonna, értve a kormány politikusait, de biztos, hogy ez a helyzet változik, és ilyen szempontból a társadalmi kérdések annyira összetettek és izgalmasak, hogy ami nem jó, hogy a migránsok jönnek, az ott jó, hogy valahol Szlovákia, Magyarország és Csehország egymásnak utaltsága kiugrik, és ez valahol nekünk egy kicsit ennek a közösségnek segíthet, hogyha nagyon lesz a bizalmi viszony, mert hogyha katonák, rendőrök fognak egyik országot védeni önkéntes alapon, szerződés alapján, az automatikusan növeli ezt a bizalmi helyzetet, amivel oldani lehet a mi égető problémánkat is, ami ma nem témája ennek a beszélgetésnek, de tudjuk jól, hogy a szlovák parlamentben vár rá néhány fontos döntés ahhoz, hogy meg tudjuk menteni magunkat. Tehát, hogy jönnek a migránsok, ez nem jó, de ez, hogy ez a migráns téma összeint hozza Közép-Európát, ez látható, ez érzékelhető, és ez nekünk valahol jó is lehet, csak a migráns állapotot kéne lassan befejezni, hogy most már úgy lejön, annyira nem kell összefoglalni bennünket. Néhány kérdésem, amikor próbálok gyorsan reagálni, egy-két szavazás. Van egy brüsszeli rendkívül nagy bürokrácia. Kiszámolták azt, hogy Brüsszelben 2000 olyan bürokrata van, aki többet keres, mint a német kancellár. Teljesen nyilvánvaló az alapérlet lukaszféle rendszer maradjon. Második megjegyzés. Az Európai Unió is jó előtteinkről. A vita mindig arról szólt, hogy mi a feladat. Említeni a szervezetet, vagy bővíteni.
erre a választ még igaz volt, hogy bővíteni, három. Ezt a szervezetet 6 országra hozták létre, jelenleg 28-ban lenne, a működésképtelenség határában. 4. Hogyan tovább Európa? Nem megyek bele, nem tartok előadást. Más a német és más a francia koncepció. A kettőt nem tudom közelíteni, meglátjuk, hogy mi lesz. Következő. Van egy tárgyalói közmondás erről, amit azt mondja, hogy két képviselő közt kisebb a különbség az egyik munkáspárti, mint két ember közt, ahol az egyik képviselő. De ez Brüsszelben egy tökéletes igazság. Végig. Hát ez egy szörnyű nehéz dolog, mert amikor elkezdődött a végig, tehát szétesik Csehszlovákia és Csehszlovákia megjelentőre, akkor a csehek belül mindig azt közötték, hogy hagyjuk őket végére, mert Prága nyugatabbra van, mint Bécs, akarnak valamit megcsinálják egyedül. A lengyelek azt kérték tőlünk, amikor a mindegy létre jött, hogy minden pénzt osszuk el a lakosság életszámoknál, magyarul ők kapták volna minden bejövő pénzt kétharmadát. A szocialista időben a lengyelek mindig azt mondták, hogy vezessük el Magyarországon a lengyel nyelvet, mint kötelező nyelv, az indok abszolút blödi volt. Azt mondták, hogy van két világhatalom, szovjetusa, jó, tehát mi a kötelező nyelv, orosz. Tehát Európában van négy középhatalom, francia, német, brit, lengyel, a második a nyelv legyen a lengyel. Elképesztően nehéz volt kivédeni, utolsó megjegyzés. Magyarország belép az első körbe a NATO-ba 99. március 12-t. Az alapvilága az volt nekünk, hogy hova lépünk meg, északi szárba érés. Az volt a véleményünk, hogy a délibe egy ott azért néhány olyan laza rendszer van, mint mi, kettő. Ha északra lépünk, nincs esélyük parancsnoki posztra. Ha kap ez a térség parancsnoki posztot, elviszik a lengyel. Ha mi egyet kap, azt is a lengyel. Ha mi egyet, a csehek. Tehát a déli zónába lépünk be, és ez nekünk bejött. Itt tartunk. Tehát a Visegrád együttműködés nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Én nem akarok belemenni, hogy 90 óta milyen problémák voltak oktatási, kulturális egyéb együttműködésekre. Előreadtál most már a végéhez közelünk, mert semmiképpen hagynánk a közösséget szó nélkül, hiszen azért jöttünk ma, hogy kérdezzenek. Itt a megoldási kérdések, vagy elektörekkel kérdések még nem hangzottak el, és ezt átpasszolnánk a közösségnek, hogy hát ha bátrak lesznek és esetleg kérdeznek ezügyben is kérdést, úgyhogy innétől az önöké a szó. Ha nincs kérdés, köszönjük, sok jövőben. Csökkentették a nyugati államokat elemzetést, a törökországi, a libanoni, illetve a jordániai menekültáboroknak a felére, és ez okozta a menekültáradat elindulását részben legalábbis. Ha ezt tudják, akkor még nem próbálnak változtatni, de miért nem emelik a támogatást? Csökkentette a támogatását, de nem kapták meg a menekültek. Hogy miért nem kapták meg, mert olyan nagy a szám, olyan négy szám, amit a repülőszerben volt elég, ezeket a dolgokat nem tudom, mert ez mondom, az európai csúcs kapcsán derült ki, ez egyébként a szlovák törvényhozásban és magyar törvényhozásban is elhangzott, tehát valóban a belügyminisztereknek a tanácsán ezt elmondták, hogy csökkentették a támogatást. Nyilván Törökországból keresztül érkező támogatást csökkenhetett, vagy pedig az ENSZ-en keresztül támogatást csökkenhetett. Nem a nyugatiak csökkentették a pénzt, hanem nem kapták meg az ott lényeg. Ezt nyilván ki kéne vizsgálni, hogy ebben a témában mi van, de már az európai csúcs döntései között éppen ez volt, hogy Németország nagyon nagy összeget mondott, hogy beteszi a közös kasszába a kell, és mindenki ezt mondta, sőt erre a szlovák miniszterelnök is egyébként helyesen azt mondta, hogy szlovák is zsebébe fog nyúlni, hogyha kell, mert ez mindenkinek racionális érdeke, hogy ott van ebben a migránsok. Tehát jelen pillanatban a döntés az Európa Unió szintén az volt, hogy mindenki hajlandó zsebébe nyúlni, hogy ott kapják meg a támogatást, mindenkinek mindegy érnek. Ez a téma ott nagyon érdekes, hogy ezt azoknak az embereknek, akár Törökországban, akár Zsebben tudniuk kellett, hogy ez van, soha nem szól. Tehát ez fél évvel az események után látott napra, és ez egy. Ott tartunk, hogy a támogatásnál messze mindenről van szó, nincs annyi pénz, hogy van egy mellettudás számok. Kettő. 1980-ban, amikor ő valószínűleg elért, Törökországban a Csehünk 9-szél doktrinát, amikor lehet volt,
hogy a gazdag országokban nem tennek GDP 1%-át adják oda a személyekbe. Most nincs egy olyan szórakozat, hogy találják ki egyetlen országot oda az 1%-ot esélyi országot. A nyugat-európai kulcsának adnak 0,09-et meg a programákat. Jelenleg a kéteres kulcson a Magyarország jelenlóba megvolt az elférjük a 0,7%-ot, a határozat nem született, de túl sok mindent nem történt. Számunkra a megoldás az, hogy rendet csinálni Líbiában és rendet csinálni Szíriában. Szíriában alapvetően ütköznek az érdekek, a török életet szerint a kormányáról beszélünk, a síta érdekhez irányulak széle és egyfóla, hogy Ászát maradjon. Hosszú évek óta először egyre több nyugati országhoz mondja, hogy Ászát adatlan rövid és középtávon. Én még elmondom, hogy Assad ugyanilyen diktátor, mint az összes többi, nem jobb és nem rosszabb, miért van ő tizedetű? Hát akkor még fölsorolom 30-an, amit el kell távolítani. Tehát ezt a játékot ne lehet játszani Oroszország. Igen, volt egy 90 felvesség családozó Obama egy külé közt, ahol nagyon sok mindenben állapodtak meg. De én egyetemi tanárként elmondhatom, hogy ez a világ mindig kérdez szélától áll. Ilyen egy politikus soha nem mondhatom. Közép-Dél-Amerika USA jelenszél. A volt Szovjetunió egy része, a három baljában nélkül orosz kérdezszél. Szíria orosz kérdezszél. Bush, az idős Bush megpróbálta annak idején a szovjeteket kinyomni sok helyről. Amikor egy éve február 20-21-ben elkezdődött a ukrán válság, mi Kubában nyaradtunk, kínai tévét néztem, uránként egy mondatot mondtak a kínaiak, nekünk még Kínának egy kérdésünk van. Ukrajna a jövőbe, nyugati, vagy orosz életfélre lesz-e? Nincs több kérdés, nekem sincs. Szíria. Az orosz képekben veszem bombázt. Igen, négy napja. A BBC közé tette, hogy halott gyermek vannak, 10 perccel előtt tette közé, mint hogy az orosz képek fölszálltak. Mindenki hülye az, hogy a már. Ez a már mindig így működött, következő. Valami jó az iszlámának kínálja. Az iszlám állam minden torpánatás után közé tesz életekről fényképpen folyik a vére, valódi gyerekesebb. Szörnyű nehéz ment az átlagemberekat, a képek nagy része beállított kép. Isz nem mindegyik nagy félértések. USA. Obama azt mondta, hogy nincs az a dolog, hogy az orosz bombatámadásnak voltak gyerek halottai. Oké, és Afganisztán. És Irak. Miről beszélünk? Tehát ennyire nem lehetek szubjektív. Így tartunk jelenleg egy megjegyzés, jelenleg a világot. A meglévő patentok törvények jelenségében egyre kavész, fegyve 98%-a orosz-amerikai kézzel van. Oroszország ellen nem lehet háborút is semmi pont, csak vége. Tiszteltem, Csók Ágnes vagyok. Az elnök úrhoz lenne egy kérdésem. Magyarország közmegítélése a szlovákok körében érezhetően egyre jobban javult. A két ország kapcsolata és Robert Fico és Orbán Viktor kapcsolata talán soha nem volt olyan jó, mint most. Mi felvidéki magyarok ebből a helyzetből remélhetünk a jövőben valami pozitívumot? Vagy gondoljuk, hogy lehet ebben? Nyilván a 2016-os választások sok mindent eldöntenek, tehát ilyen szempontból a parlament összetétele nagyon fontos, hogy fog alakulni, mert ahhoz, hogy foglalkozzanak az ügyeinkkel, ahhoz azokat oda is kerül a parlament elé, azzal foglalkozni is kell a parlamentben, és ez egy másik beszélgetésnek lenne igazán a témája, de igen, mert szóval én azt hiszem, hogy tágulhatnak a lehetőségek. Továbbra se gondolom azt, hogy innentől túl nagy nyitottság lesz, de hogy ez az árkózott állapot az változik, az kétségkívül, hogy így van. Emlékezzük vissza, kétre kívülre tehetős állapotban sem összeszerintek, ugye a belőszokságú tanácsok. Rendkívül parlament ülést hittek össze, jelen helyzetben azt hiszem, hogy erre nincs hangulat Szlovákián belül, és ez egy jó dolog. Tehát ha már hangulat nincs arra, hogy biztonságpolitikai kérdést csinálják ezekből az ügyekből, hanem ezt lehet két szomszédos ország jó viszonyán keresztül, és az emberi jogon keresztül megközelíteni, akkor tudunk elérni eredményeket, de 2016-os választások után ezt a parlamentbe föl is kell vetni. Vannak ilyen elnök
is, hogy ez a hatalmas anyagi potenciál, amivel támogatják a migránsokat, az európai országok, akár egy külön ország is lehetne létrehozni részükre. Egy amerikai demos bazinemű azt is javasolta, hogy egy külön szigetet lehet nekik venni. Egy óta javasolta, hogy egy bőrök szigetet, ha megvenni, akkor két lehet tudják egy csapáson, hogy is nem támogatásra tudnák nyújtani. És én már egyébként mondanám, hogy ezek az embereket már nem mondhatnák, hogy menekülként érkeznek, ugye Görögországon, Bosznián, Szerbián keresztül is, az öböző üldözéket, a Boszniában a lakosság többsége muszlim, hogy nyugatra tovább kereszkedjenek. Így valóban a valódi menekültek ebben az országban is mehetnek. Van ennek reális esély is, hogy ezt csak egy állam. Az Magyarországon a rendszerváltásról őszomszédre esélyt, egyet a szomszédre ezekből az országokkal jó kapcsolatokat kell kialakítani, érintkezés. Európában Magyarországnak egy stratégiai nagyhatalom szövetségese volt van és kell, hogy legyen, ez Berlin. Most válaszolok a kérdésére. A bekezdődés annyit, hogy élet volna kezdődünk, de azt, hogy műsorban magázódunk, rendben van. Bemegyek a tévében, mit kérdezem, hogy műsorban magázódunk. Ezek után szállítok, de ha beszél arról, hogy mondom, a szigetőkben azért valami fogadott el, mert felvetette egy egyébként is szuperhozat ember, hogy lenne egy szigetet a migránsoknak Törökországba. Kiválasztott el. Amelyik görög kormány adott egy szigetet, az már csak az okozóját következik. Eddig a migrantek az izélvették, hogy is a dolgokja van a török szigetet lenni ára. Aki ismeri Görögországot, az tudja, hogy a szigetek 90%-a lakhatatlan, nem lakhatatlan, lakhatatlan, nincs út, nincs kikötés, nincs éves víz. Na most ezek után a migránsokat oda küldeni, egy érdekes következik. Azért annyit tisztázunk, én állandóan elősök minden vézetek. 100-tól 200 ezer euróért már egy jó szigetet lehet kapni a világon. Tehát ez nem akkora pénz, hogy valaki most keresen. Ennek semmiféle realitása nincs, mert ahol tudod kvalitat, ahol nincs lakás, nincs semmi. Hát több lázadnak, jelenleg már minden országban is lázadnak. Mielőtt jöttem ide még a hatokásnak, hogy a véletlenül megnéztem a szállodába, ahol látották, hogy kicsit a dolog, hogy olyan ételt kapnak, amit előadják, a főznek, ez nekik nem jó. Hát bocsi, ez nem kívánság műsor. Baden-Württembergből átküldtek Brandenburgba a migránsokat, akire közötték, megúszták a részét, hogy kellett néhány területen nem adható kérni. Hát ezek nehéz, utolsó megérdés. Én végigmentem Afganisztán, végigmentem Koszovót, Koreát, stb. Afganisztánban a német bázison voltunk, ahol a németek akkor zsömbét is Németországból hozzák. De a kávék és a tejlát a helyi lakvához őzik. És mondtam a német táborosoknak, hogy mi van, akkor megvégezik a kávét. Hát lent egyesével adászák a németeket, itt egyszerűen meg lehetne több száz vagy több ezer ember ölni. Mert azt mondta a válasz, hogy rosszul látom, ez a tipikus kínai válasz, minden évben egyszer vagyok Kínában, ez a palakmához, és közötték, hogy amíg a törzsönök megkapja a havi pénzt, addig nincs létezés. Na oké, de ha egyszer egy informatikai szakadék lesz, akkor bajra látszom. Tehát a szigetőkben egy gázútra jó, ne lássak sem két-három hétig, mondjuk a négy héten már nem, ez a migráns áradat, jön Európába, ez a, tehát a, maga az európai gazdaság mennyire fogja letenni, mennyire fogja, mennyire fogja tartsolálni, és esetleg milyen konfliktusokra számíthatunk, ne adja jó Isten, esetleg háborúra elszeretnék egy rövid választ, hogy kérdezem. Mi volt a tétel, hogy ne adjunk Isten háborúra? Köszönöm. Igazából hasonló kérdést szerettem volna én is feltenni, mivel látjuk, hogy az európai őslakosság egyre inkább radikalizálódik. Európa radikalizálódás azt jelenti, hogy a német országban a kurd, törökség, a szunnita, a orosz, ukrán összecsapások vannak, a németek lesznek kérjék kettőt. Én nagyon szerettem egy urat, és nagyon pár hetenek halt, elég sokat beszélgettem vele, úgy hívták, hogy egy bombár. Ő volt a német biztonságpolitika atya, aki azt mondta, hogy a biztonság csak a múltban abszolút, én nem belegek a tévése lévőbe, beláthatatlan. Három. A más
második világháború vége óta ezen a földön még békésnek nem volt, megállapodott ideig nem is lesz. Jelenleg napi 20-22 háború folyik, de ez nem világháború. A probléma az, hogy az egész világ még befelé egy nagy válság sorozatban, ami nem világháború, de teljesen új válságokat jelent, mint az eddig megszoktuk. Európai gazdaság. Az európai gazdaságnak ilyen mennyiségű képzetlenetben nem is szüksége, nem tud velem is teszteni. Tehát még egyszer, nekem nagyon fura, akkor a munkaküli intézetbe vitatkoztam két évvel is emberkével, akik elmondták azt, hogy milyen csodálatos dolog, hogy elég mennyi orvosság, hogy egyfajta kényszerűen nem igaz. Mondom még adatokat. Életesen Európa hűsz a jobb fejekért. Jelenleg Manchesterben több Maladékból származó orvos van, mint Maladékban összesen. Namibia a függetlenség óta kiképzett 600 orvos, 50 maradt ott van. De nem ez jellemző a migráns tömegre. Ezek szörnyű nehéz dolgok, és szörnyű nehéz erre válaszolni, mert ütközik a morál és a politika. A pápa a világ legcsodálatosabb embere, morál oldaláról közeli. De a politika dolga, hogy a politikai nyomítások alapján adjon választ, és a kettő sajnos ütközik. Tehát nagyon-nagyon nehéz kérdések ezek, és minél később tud Európa közös nyelvet beszélni, annál nehezebb lesz a megoldás. Ezen emberek döntő részét soha nem tudjuk visszaküldeni, többek között azért, mert a visszaküldés Németországban tartományi feladat, és nem hajlandó visszamenni. Ebben az évben, az első fél évben a Németországból beérkezett migránsok 40%-a jött a Bódjugoszláv államokból és Almániából, tehát a Balkánról. Ők 99%-ot a németek jutasítottak, de döntő részét nem tudjuk visszamenni. Itt tartunk és szörnyű nehéz a kérdés, mert ütközik nagyon sok mindenben. A német törvények szerint kiskorút nem utasíthatok ki, tehát 18. születésnapján várják ki. Még azt mondják, ha már itt volt 3 évig is lehetettel a megoldás. Oké, de ki kérte, hogy jöjjön ide? Ki kérte, hogy jöjjön ide egy olyan országból, ahol nincs ilyen politikai probléma? Utolsó megjegyzés. Pakisztán. Pár héttel ezelőtt néztem egy pakisztáni nyilatkozatát, hogy azt mondta, hogy egy muzulmányos emberek menekülnek. 200 millió ember van Pakisztánból, 99% muzulmán. Afganisztánból 1 millió ember úton van. Elképesztő tragédiát jött áll Európa, ha nem tudja ezt a kérdést rendezni. Azt mondta most az egyik német vezető, hogy erőszakra, nagyobb erőszakra kell válaszolni. Nem akarok példát mondani, mert nem leszek vételés, leszek szimpatikus. Szomáliai partoknál megjelent a kínai fogta. Mihaj fogtunk egy kalóz bíróság, hangul 20 év börtön, USA 20 év börtön, a kínai a helyszínen kivégezték. Én nem tudom, hogy felfelelődik, hogy megoldálta a kérdés. Pirosan rajzolták meg Ázsia, Afrika és Európa térképen azokat az országokat, ahol veszélyben vannak, fizikai veszélyben vannak a nemzeti közösségek, kisebbségek. Az Európa Unió tagországai nincsenek, de láthatjuk, hogy Afrika, Ázsia, Oroszországot is rajzolták, ezért eléggé sok ez a piros. Ez a professzor úr beszél, hogy háború több országban is zajlik jelentnek, hál' Istennek, hogy ez bennünk elkerül, és jogos ennek a félelemnek a felvetése, hogy hova fejlődhet el ez a dolog. Ugyanakkor pánikon sem szabad, hogy a japánok nagy ereje az, hogy ők nem pánikon. Jön a japán földrengés, és akkor elképesztő véleskedelmékkel mentik a egymásra vagyunk, és ez a japán nemzet önmaradásának is elejében az egyik oka. Én is azt hiszem, hogy a gond az nagy, a gond az jelentős, de én azt hiszem, hogy ezzel Európa belebírva. Az is nagyon fontos számomra, hogy bár Európával sokkal kritikusabbak vagyunk, és én magam is sokkal kritikusabb vagyok, mint a csatlakozás pillanatában voltam, talán egy kicsit illuzórikus, nagy elképzeléseink voltak az Európa Uniót tekintve, de ugyanakkor nincs más. Továbbra is mindenkit óva jöttek attól, hogy esetleg annak örüljön, hogy ez az Európa Unió szétesését vezet, ez az nekünk nem jó. Tehát akárhogy is nézzük, hogy 5 milliós Szlovákia, 10 milliós Magyarország ma ebben a versenyhelyzetben, ami kialakult, nem tudja önmagát fenntartani, megvédeni, csak akkor, hogyha egy ilyen Európa Unió
van, ahogyan működőképessé válik, és valahogy működni fog. Ne felejtsük el Kínának, hogy 1,3 milliárd lakosa van, Indiának 1,1 milliárd lakosa van. A világ átalakult. Korábban, amíg ilyen terrortámadásokat láttuk a tévében, mondhatjuk azt, hogy bennünket nem érdekel, most már érdekel, mert jönnek ide azok az emberek, akik konfliktusos vidékekről származnak, tehát bennünket igenis, hogy kell, hogy érdekel ez a dolog, és számunkra az Európa Unió egy olyan eszköz, amivel élni kell, minden nehézsége és minden baj ellenére az Európa Unió az egyik megoldása lehet ennek a kérdésnek. Az tény is van, hogy az Európa Unióban én is úgy látom, hogy itt komoly politikai földcsuszamlások lehetnek néhány országban. Kérdés, hogy ebből kik jönnek ki győztesen. Annak is megvan a veszélye, hogy esetleg valami extrém csoportok nyerhetnek a választásokon. Volt ez már néhány hogy Európában. De épp ezért az Európa Uniós közeg hozzájárulhat ahhoz, hogy lehet, hogy néhány politikus bukni fog, de lehet, hogy megjelennek a megoldások, és bízni kell abban, és dolgozni is kell ezen. Itt Szlovákiában is a parlamenti választások során az lehetőleg nem az extrémisták jussanak hatalomhoz, mert lehet, hogy néhány kérdésre könnyű válaszokat adnak, de nem reális és nem végkezhető válaszokat adnak ezekre az égető problémákra. Magyarán azért pánikolnunk nem kell, a baj itt van, a gond itt van, de ez egy elég erős ez a közösség, az európai közösség ahhoz, hogy ez megoldást hozzon, nem beszélve arra, hogy a demokrácia lehetővé teszi, hogy politikusok jöjjenek, menjenek. Aki ma nem tud választani ezekre a kérdésekre, vagy nem olyan választ ad, ami az emberek szemszögéből kielégítő, az meg fog bukni a következő választásokban. És ennek köszönhetően gondolom én, hogy Európa ebből a bajból is ki fog kerülni, meg tudja védeni végül is önmagát, de ez egy bizonyos ideig el fog tartani. Drasztikus volt a Csehszlovák és a magyar csökkentés következő.
sírszerelés. Én, európai polgár, elítélem az USA-t, ezért a mostos sírszerelésért, amit az NSZ csinál. Mi csinál? A hírszerelés gazdasági, a hírszerelés 90%-a gazdasági hírszerelés. Igen. De én, Európa nem tudok ezzel a hírszerzéssel élni, mert is csak a képességem. Meg lehetne? Igen. Mi kellene hozzá? A Montecucori azt mondta, hogy három dolog, pénz, pénz és pénz, nincs pénz. Nem vagyunk olyan tudunk beráhozni. Tehát én, mint Európa függő gazdaságból, Jugoszlávából, miért nem tudta Európa egyedül a Jugoszlávából elmondani? Mert nem volt végig, tehát hogy tessünk, most nem mondják, hogy a franciáknak van 10-alán éve, illetve 5-8-nak felszállni. Nem volt megfelelő politikán, de részletünk is nem volt jó a sérszetés. Tehát van mi jó kérdés, én nem szeretem a von der Leyen, a német védelmi minisztert, aki azt mondta, hogy jó esetben, akkor lesz európai hadsereg, akkor az ő unokái fölmennek. Pont. Tapasztaltam én is, hogy az Egyesült Államok egyszerűen ellenvédnek el egy európai önálló valamilyen hadi egység felállításával, és valahol az Európának is hosszú évekig megfelel, talán a mai napig, mert itt nagyobb kiadásokat lehet fordítani a szociális jólításokat. Azt szokták mondani, hogy Amerika pénzéből Európa békében él, és jól ellátja a saját munkanélküliét esetleg, és óriási fizetést ad a munkavállalóknak. És Európának valahol sokáig megfelelt, szerintem most itt van ez a pillanat, amikor az egyre kellemetlenebb lesz, köszönhetően annak is, hogy Oroszország újra mutatja az erejét, Ukrajnában a helyzet kritikus, tehát ilyen szempontból Európa új kihívás elé áll. De ettől nagyon messze van valóban Európa. A franciák azok a NATO-n belül is egy önálló életet élnek, ugye inkább kint vannak, mint bent. Nagyon nehéz összehozni az Európa Uniós ilyen jellegű kezdeményezéseket, viszont ami jó, hogy akár a vélingek szintén, akár itt a szomszéd politika szintén vannak közös katonai akciók, vannak közös katonai tervek, és ez jó, mert ez megint csak a bizalmi szférát erősíti akár Szlovákia, Magyarország, vagy éppen Csehország között. Addig, amíg közös vezetés alatt vannak katonai egységek, akár Afganisztánban, akár máshol, abban az esetben nem lehet azt mondani, hogy a két ország között bizalmatlanság van, vagy a két ország között feszültség van, amikor közös vezetés alatt vannak élet-halálra kitéve katonák, szlovák és magyar katonák valahol, akár Afganisztánban, bármilyen máshol a világon. És erre az utóbbi években nagyon sok példa volt, és erre keveset hivatkoztunk erre egyébként, hogy milyen bizalmatlanságról beszélnek, mint a szlovák politikusok néhányan, amikor ilyen jellegű közös aktivitások pedig vannak. Most ez a migránspolitika biztos, hogy közelebb hozza egymáshoz a rendőrséget is, a rendőrségeket ebben a térségben, de közelebb fogja hozni a hadsereget, és erre beszéltünk, hogy csehek is ajánlották már az illető segítségüket. Ez bizony szempontból átalakíthatja megint csak az itteni biztonságpolitikát ezekben az országokban, ami jó dolog. Röviden összetérve, tehát én is úgy láttam professzorral teljes mértékben egyetértve, hogy jó lenne, én úgy érzem, hogy jó lenne, ha lenne egy ilyen közös európai haderő, de jelenkorban ez inkább az illúzió és az utópia szintén mozog, de a regionális együttműködéseket nekünk támogatni kell, mert az ingyen, hogy a regionális együttműködések azok egyszerűen segítenek az itt élő embereknek, és segítenek nekünk ezt felületi meg. Tisztelt Régyen és Régyen, nagyon szépen köszönjük Önöknek, hogy ilyen nagyon szép számban ellátogatottak hozzánk. Köszönjük ma esti vendégeinknek, Nográd Györgynek, biztonságpolitikai szakértőnek, mint a Thank you.